Ha piros munkás kabát, akkor elektronika konyha nyelven. Hát folytatódik a sorozat, ígértem, hogy majd folytatódni fog. Az elméleten ugye túlestünk a 20-sok részen át, és most a gyakorlat fog következni, úgyhogy mostantól gyakorlati részek fognak az elektronika konyha nyelvenben szerepelni. Így a gyakorlat első részében pedig a nyomtatott áramkör tervezéséről lesz szó. Nem számítógépes tervezésről, hanem magáról az elméletéről, hogy mit, hogy kell csinálni egy nyomtatott áramkör tervezésénél. Én a nyomtatott áramkör tervezést az iskolában még bizony papíron tanultam, mert hogy a mi időnkben, mire negyedikes lettem, addigra jött be a TINA a szakmai köztudatban, mert akkor jelent meg, és egyetlen egy mintapéldányt tesztelni kapott az iskolám. Azt hiszem 15 darab floppy lemezen jött a TINA első verziója, és az már képes volt arra, hogy azzal nyáklapot lehetett számítógépen tervezni. Na, akkoriban még a 486-os gépek voltak csak a toppon, meg majdnem a P1-ek, úgyhogy ne is képzeljétek el, hogy én bármikor is iskolába tanultam számítógépes nyáktervezést. Nem, mi nézetrácsos lapon tanultuk meg a nyomtatott áramkörök megtervezését. Elektromos és még nem elektronikus összeköttetésekre legelőször, még a 19. század szem elején fém szalagocskákat használtak, és fa dobozokba és fa lapokra építettek össze mindent, pont mint én hajdanán ezt a kis sebességszabályzós dolgot, tehát ilyen falapokat képzeljétek el. Az első távíró modell, meg a villanymotorok is ilyenekre készültek el, és ezeknek az összehúzalozására kicsi vékonyra vágott fém szalagokat használtak, aztán megjelentek a vezetékek is, és onnantól kezdve már igazából a húzalozás bejött a képbe, és ha hiszitek, hanem maga a nyáklapnak az őse, a szigetelt lap hordozó rétegre felvitt réz mintázat, ez hamarabb jött be, mint hogy egyáltalán szükség lett volna rá, mert hogy ezek a részszalagok és részvezetékek összeköttetése, ez akkor jött be, amikor még csak elektromechanika volt, és utána az elektroncsövek érkezésével, ugye elektronikus áramkörök is készültek, elektroncsövek összekötésére legelőször a forfülek, a forlécek és azok vezetékkel való összekötetései voltak elérhetőek, és a gyárakban is így készültek akkoriban a rádiókészülékek, majd később a tévékészülékek is. Ezt a forszemes, forfüles, forléces megoldást fejlődött odáig, hogy már bakelit lapokra, vagy a legelején fagyúba mártott papírlap az volt a szigetelő. A fagyúba mártás azért kellett, ugye, hogy ne szívja magába a vizet, víztaszító legyen, mert ha a vizet ugye a papír magába szívja, akkor vezetni fogja az áramot, és az nem olyan jó egy áramkörnél. Nos, a bakelit labba szegecselt csőszegecsek vagy forfülek, például a gitárerősítőkben találkozhattatok ilyennel, a JCM800 az ilyenre készült, egy hosszú bakelit lap csík, és azon vannak a kis forfülecskék vagy forszemek, és azokra kellett csak az alkatrészeket felforrazgatni. Így előre elkészíthető volt, teszem azt, egy belső elektronikus áramkör, és onnan már csak a elektroncső foglalatokhoz kellett vezetékezni, sokkal egyszerűbb volt a munka, mint ott bent forfülekre és forlécekre felforrazgatni az összes alkatrészt bent a készülékben. A spártán erősítő építést, ha megnéztétek nálam, ott láthatjátok, hogy például forlécre hogy kellett akkoriban felépíteni egy komplett áramkört, és az még egy egyszerű áramkör volt, az a spártán erősítő. Nos, egy tévékészüléket arra összedobni, hát az nem kicsi feladat. A trió erősítőt most a múlt hónapban, azt, hogyha láttátok, na abba is ugye, ez a fajta vezetékezés volt még. A bakelit labba szegecselt forfüles dolgot, azt egyébként papírba is, ilyen presspánpapír jellegű papírra is találkoztam én vele, olyan megoldást is láttam, azt váltotta már a bakelit nyáklap. Nyáklap anyagok, azok, hát itt akartam mutatni egy egyoldalas bakelitet, ez nem is igazi bakelit, azt hiszem. Nem annyira vízálló, meg hogyha nedvességet kap, akkor eldeformálódik, valamennyire lehet vezetni is a áramot. Itt is ez is már egy kicsit barnább, és ez is ilyen bakelit nyák. Van az üvegszálas nyákunk, ez üvegszálas erősítési epoxi gyantából áll, és rajta a felgőzölt réz réteget persze két oldalasba is ugyanúgy létezik, és ez például pont egy nagyon vékony, egy ilyen 0.05-ös, azt hiszem, vagy 0.4-es lehet ez a kis nyáklapocska. Most én ezekre szoktam dolgozni, ezeken a rézréteg 30
kötője 70 mikrométer vastagságú, az 0,07 a maximuma. Tehát az 1/10 milliméternél még kisebb, hát 70 ezred milliméter, ha 1/10 milliméteres, tehát 0,1-es húzat már láthatok, annál még egy picit vékonyabb réteg rész van rajta. Ez a rézréteg, ami majd vezeti ott az áramot nekünk, és a kapcsolatokat létesíti az alkatrészek lábai között. Magát a nyáklap készítést azt már láthattátok nálam, mert volt egy külön videóm arról, hogy én hogy készítem a nyáklapot, de a tervezéséről még nem esett szó. Meg fogom mutatni, hogy én hogy szoktam nyákot tervezni máig. Négyzetrácsos papírlapra. Miért négyzetrácsosra, azt is el fogom mondani. Iskolában mi így tanultuk, és azt is elmondom, hogy miért tanultuk így. Az elektronikai alkatrészek lábtávolsága alapvetően szabvány szerint van megadva. Méghozzá ez a raster méret. A raster méret az a colnak az 1/10. Tehát a col az 2,54 cm, magyarul 25,4 mm. Na most ennek az 1/10 az 2,54 mm. Egy négyzetrácsos lap, az szabvány szerint készül. Egy négyzetrácsos lap az 5 mm x 5 mm-es négyzetrácsokból áll. Tehát itt két ilyen négyzetrács távolság az kereken 1 cm. Mivel, hogy ehhez nagyon közel áll ez a raster távolság, mi ezért terveztünk négyzetrácsos lapra. Mert alapvetően lehet raster lapot is venni, de a alkatrészek, hogyha nem túl sűrű a lábuk, mint például az integrált áramköröknél, akkor általában megfelelnek a raster méretnek. Itt például van egy kondenzátorom, ezt egy az egybe, jobb esetben be lehet ültetni két négyzetrács távolságnyira, és ezeknek a többszöröse szokott általában megjelenni nagyobb kondenzátoroknál is, tehát ahhoz tartják magukat, hogy két raster, vagy három raster, vagy négy raster, tehát valamilyen négyzetrács pöttyökre rá lehet őket helyezni, és ha ezeket az alkatrészeket te már fejből tudod, hogy melyik hány négyzetrácsot foglal el, akkor még elő se kell vegyed az alkatrészt, hanem tudod, hogy az két raszteres, akkor azaz, hogy négy raszteres, akkor két négyzetrácsnyi távolságra tervezed meg a lábait. Itt van például egy valamilyen BC tranzisztor, szerintem, fene tudja, hogy milyen, 337 talán. Na most ez a tranzisztor pedig, hát így egymás mellett a lábaival, éppen azt kell, hogy mondjam, hogy hát ilyen egy rasterre van a lába egymástól, de egy tranzisztornak a lábait mindig széthúzzuk. Mindjárt is rakom ide fölé a kamerát, és meg tudom mutatni. Tehát egy ilyen tranzisztor, az ha én szétnyitom a lábait, mert valamennyire szét kell nyitni, mert nagyon közel vannak egymáshoz, és majd, hogyha forszemet kell kialakítani, annak is kéne egy kis lábtávolság, hogy össze ne érjen, akkor nézzétek meg kereken, a három láb az egy négyzetrácson elfér. Tehát innentől kezdve egy négyzetrácsra én meg tudom tervezni a komplett tranzisztort, vagy egy sorba is rakhatom a lábait, vagy akár kis háromszög eltalással a középső lábát kijebb tehetem, akkor maga a forszem kialakítása majd könnyebb lesz. Én általában azt szoktam alkalmazni, de van, hogy egy csíkba kerülnek a lábak, és itt akkor még csak egy kis BC méretű tranzisztorról beszéltem. A nagyobb tranzisztorok szinte egyszerűbbek elhelyezés szempontjából. Itt van egy TO220-as tokozású, bár ennek a lábai nem túl épek, inkább akkor legyen ez. Ennek is most simán az alap helyzetben a lába is nincsenek semmerre elgörbigetve, és ha jól megnézzük, akkor ennek is kerek két raszternyire van a két szélső lába, már ezt is kapásból a négyzetrácsra rá lehet így illeszteni, és onnantól kezdve tudjuk, hogy egy ilyen tranzisztor, egy négyzetrács, középső lába pedig annak a felezési pontjában van. Tehát fejből lehet tudni, hogy melyik alkatrész mekkora lábtávolsággal hova rakható, és durván mennyi helyet foglal. És itt vannak még a TO247-es tokozású tranzisztorok is, meg lehet nézni, nézzétek csak, de érdekes, a lábtávolságai pont, kettő raszterenként vannak, és ez már teljesítmény tranzisztor. Ha ezt tudod fejből, akkor már tudod is, hogy egy ilyen tranzisztort két négyzetrácsra kell rátervezni. Ugyanez van egyébként
Például potmétereknél is. Itt van egy potméterünk, egy háromlábú sima monó. Nézzétek csak, ez is pont egy-egy négyzetrácsnyira van. Annyit kell csak megjegyezni, hogy mennyi helyet foglal el térben, hogy ha lehetne, tervezz oda mellé semmit, hogy belelógjon a potméter. És az ellenállások is bizony-bizony erre a méretre készülnek. Vannak a picik, meg vannak a nagyobbak, ezek a nagyobbak, ugye? Ezek, nézzétek csak, két négyzetrácsra lehet őket normálisan beültetni, tehát ezek is ilyen 1 centinél már hajligathatóak, és amikor 1 centinél behajlítod itt majd a lábukat, akkor a két négyzetrács távolságra elhelyezett furatokba gyönyörűen bele lehet ültetni egy ilyen ellenállást. Na most a kisebbik ellenállás fajta, hogy az icipici, az akár még egy ilyen távolságban is elfér, vagy ha valamiért kicsi a hely, akkor nyugodtan a régi rádiós módszert, ami kis zsebrádiókba rakták bele így az ellenállásokat, hogy állítva így egy négyzetrács távolságban is gyönyörűen elférnek ezek az ellenállások, így állítva, csak annyi, hogy le kell hajlítani a lábát, szóval ez a rádiós elrendezés. De ha olyan alkatrészünk van, amit nem tudunk kereken ráilleszteni a négyzetrácsra, azt pedig én úgy szoktam csinálni, például egy ilyen dual inline tokozású IC-t, hogy fogom magam, hogy ez papír, azért egy durván oda férő négyzetrács sorhoz odaillesztem, és jól beleszúrom persze az ujjamba is az IC-t a papírba, mivel az én papírom lesz, és ez csak addig lesz papír, amíg meg nem tervezem rajta a nyákot. Az IC lábai átszúrják a papírt, és megjelennek a kis pöttyök, ahol a valós lábtávolság van, és oda már akár az IC lábait majd lehet is tervezgetni, és kialakítani a forszemeket számára. Számítógépes áttervezésnél úgy is feljavítjuk és szépítjük majd a forszemeket, de magát a rajzolatot már ezzel a módszerrel meg lehet alkotni. Ha már ismerjük a lábtávolságait az alkatrészeknek, igazából már csak rá kell őket vetítsük egy leendő panelre, és jól kell őket elhelyezzük. Nagyon sok projekt és nagyon sok nyáktervezés itt bukik el, hogy maga az alkatrész elhelyezés nem sikerül jól. Jó tapasztalatból is beszélhetek, elég sok nyákat terveztem már meg, és elég sok késznyákat láttam, tehát nagyon sok furmányt láttam én már bennük, hogy ki hogy tervezte meg a régi időkben, az újakban elég sok rosszat látok, és helytelenül tervezett elektronikát. Még mi szellősre terveztük, ma már egyre jobban zsúfolódnak össze a nyáklapok, főleg amikor több rétegű vagy több oldalas nyáklapról van szó, az SMD-kről nem is beszélek, de egy mezei egyoldalas nyáklapot is el lehet rontani rossz térbeli elhelyezéssel. Vannak alap kritériumok, mint például diszipatív, melegedő alkatrészek közelébe például nem rakunk elektrolit kondenzátort. Miért? Mert hogy túlmelegíti, felmelegíti, kiszárítja. Na most ez van akkor, hogyha teljesítményellenállásokat kell elhelyezni a nyáklapon. Ugyanígy itt van, de ez már beültetés technika, hogy a melegedő alkatrészeket kijebb emeljük egy kicsit a paneltől, hogy a panelt sem melegítse, az se károsodjon, mert hát el tudja égetni, még az üvegszálas nyákot is megpörköli egy tűzforró alkatrész, de kondenzátor mellé főleg nem rakunk melegető alkatrészeket. Alapvetően maga a nyák tervezés nem lenne bonyolult, mert van egy úgymond lineáris nyáktervezési módszer. Rajzoltam ide nektek egy hirtelen egy ilyen kis szedetvetett, egyszerű, hát ez nem is tudom milyen B-osztályúnak látszó kis emitterkövetős, ellenütemű, kis fokozattal ellátott, hoppá, ide nem is raktam neki bázisosztót, kis tovább erősített földelt emitteres alapkapcsolást. Nagyon hasonló lesz ugye, amit hajdanán kifejlesztettem a elektronika konyha nyelven, nem is tudom, hogy eddig tranzitor a gyakorlatban részében. Na most itt látunk egy kapcsolást. Van egy pozitív tápfeszültség vonalunk, meg van egy testünk, amit akár össze is köthetek, mert ez mind ugyanaz, ez test, és kimeneti-bemeneti test, tehát az egy testvonal, ez meg egy tápvonal. Na most a kettő között helyezkednek el az alkatrészek. Ha azt mondjuk, hogy ez egy lineáris tervezési módszer, akkor a nyáklapunk, hogyha egy ekkora nyáklap rendelkezésre áll, mindig abból kell kiinduljunk, hogy mekkora nyáklap áll rendelkezésre, mekkorára kell rátervezzük az alkatrészeket, akkor tudunk vele játszani, hogy milyen szellősre építjük. Na most, ha már van egy ilyen nyáklapunk, akkor megtehetjük azt, hogy ott is kialakítunk egy vezetősávot fönt, az lesz a plusz,
kialakítunk egy vezetősávot, alul az lesz a test, esetünkben csak test. Itt meg a plusz fog bejönni. Eleve egy nyáklapot érdemes külön mindig megszűrni, tehát az odáig eljutó vezetékeken keresztül ne essen a távfeszültség, vagy ne tudjon begerjedni arra, hogy eseget a távfeszültség. Mindig hidegítjük távbemenetnél a távfeszültséget. Na most ide már kialakítottam, mint láthatjátok, két forszemet. Tehát lejöttem a pluszról, és ha lehet azonos távolságra, vagy inkább a test irányába közelebb hozunk egy kondenzátort. Ez most egy kondenzátornak a két furata. Ez már lehet látni, akár hogyha nagy kondit rakunk, akkor két négyzetrás távolság. Ha kis kondit rakunk, akkor egy négyzetrás távolságra. Már azzal kezdjük, hogy hidegítettük a távbemenetet, oda rakjunk valamekkora elkót. Egyértelműen ez áramfüggő lesz, hogy ennek mekkorának kell lennie. Ehhez ugyanúgy, mint a tápegységeknél van egy ilyen ökölszabály, ugye az amperenként 1000 mikro, tehát 1000 mikrofarádos kondenzátor 1 amper áramfelvétel mellé úgy illik. Tehát ha ez is például egy 1000 mikros kondival egy 1 ampert fogyasztó kis áramkör lesz, akkor az oda pontosan el fog férni és meg fog felelni. Na most már láthatjátok majd a hibáját a tervezésnek, ennek a lineáris tervezésnek. Innen jön be a táp, akkor egyértelmű, hogy ahhoz kell legközelebb lennie a tápszűrésnek, mert itt fognak a legnagyobb áramok folyni. Na most egy a baj, a végén fog kijönni a baj, de ez régen nem volt probléma, mert szellősre terveztük. Na most kezdjük el a bemenetet. Itt van egy bemenetünk, már ide rakhatjuk, hogy ide egy forszemet rakunk, ide is rakunk egy forszemet, ez lesz a bemenet. Van egy kondenzátorunk sorba. Jövünk, hát hogy kihasználjuk a helyet, nem is ott jövünk, hanem úgy használjuk ki a helyet, hogy az egész nyákot használjuk el, hogy akkor menjünk inkább felfele, kialakítunk egy forszempárost, ez lesz a kondenzátorunké, a becsatoló kondié, ez a kondenzátor, és menni fog egy feszosztóra, hol a feszosztó, a plusztáp és a test között. Na most innentől kezdve nekünk ide kell egy forszem, ide kell egy forszem, ide kell egy forszem, itt már ellenállás távolságokkal játszunk, ez itt két négyzetrácsnyi, ezt itt összeköthetjük, és már be is kötöttük. Na idáig meg vagyunk, mert hogy ez a két ellenállás, meg ez a kondenzátor be van kötve, azokat más színnel el is kezdem nektek berajzolgatni, és ezeket mind-mind-mind ugyanúgy a négyzetrácsra rávetítve, ezt most persze eltoltam, ahogy nézem, de itt ez például egy négyzetrácsnak tök jó kijött. A lényeg az, hogy itt lesz a kondenzátorunk, itt az alsó ellenállásunk, a bázis osztóba itt meg a felső, még mindig csak ugyanúgy, mint a kapcsolási rajz, jövünk balról jobbra. És valami lesz a végén. Itt egy tranzisztor. A tranzisztorunknak, mint mondtam, ez egy kis BC tranzisztor, ennek három pöttyöt kell majd tenni, ez lehet kereken egy négyzetrács távolság, és akkor a bázisát ide be is hozzuk. Hogyha ez úgy van, pont ez a tranzisztor elhelyezve, hogy az emittere pont erről van, akkor mázlink van, nem kell fordigatni a tranzisztort. Ha nem erre van az emitter, akkor át lehet emide rakni a bázist, és az egészet balrább tolni. Most ez a tranzisztor, hogyha ez egy BC, ez a 182, azt tudjuk, hogy az emittere a bal oldali. Tehát ha felülről nézzük a tranzisztort, akkor ez az emittere, ez a bázisa és ez a kollektora, ha jól emlékszem. Ezt mindig ellenőrizni kell természetesen a lábbekötését az alkatrésznek. Na most innentől kezdve így kell kialakítsuk a három pöttyöt a tranzisztor számára, még a kollektorának, az lesz a kollektora. Még annak is, meg az emitterének is lesz egy ellenállása. Azokat nyugodtan ide elhozhatjuk, ide így, meg ide így, ide már föl is húztuk tápra, és behúzhatjuk ide ezt, innentől kezdve a bázist pedig nézzétek, csak szépen a két láb közt átjön ide. Megvan a tranzisztorunk is, tranzisztorunkat is elhelyeztem, plusz a kollektor és emitter ellenállását. Na most itt maradt egy kis hely. Itt van egy kondenzátorunk. Ha ez a kondenzátor befér ide közé, akkor nem kell menni tovább jobbra, hanem ezt szépen ide átrakhatjuk, mert hogy az ugyanúgy az emitter és a test közé megy, úgyhogy már a két ellenállásunk közti helyet is kihasználtam. Tessék ide berakni a kondenzátort. Már idáig megterveztük az áramkört. Ott van egy kondenzátorunk, ami csatoló. Hát, akár azt is megtehetném, hogy ezt arrébb teszem, de nem akarom arrébb tenni azt az ellenállást. Legyen az a csatoló kondenzátor csak simán függőlegesen. Most szellősre készítjük, és ide ki is jöttünk a kollektorral.
és itt lesz a kondenzátorunk, hogy merre megyek még, az még a következő lépés lesz. Itt a kondenzátorunk az ez, és most láthattok egy 3L-násból álló feszültségosztót. Nos, ha itt akkora a nyáklap, hogy nem fér el a 3L-nálás, akkor kicsi eltolással azt is meg lehet oldani. Például legyen itt az első ellenállás, mint ahogy ezek is ekkorák. Első ellenállásunk, ide-visszább megyünk. Ide berakjuk a második ellenállást. És a következő ellenállás már megint csak itt el tud helyezkedni. És ezt ezzel kötjük össze. Hát még lehet, hogy jöhettem volna lefele. Mert az nem ugyanakkora, az kb. Ekkora lesz. És akkor a forszemeket már úgy alakítottam, hogy a három ellenállásom szépen el fog férni. Nem egy csíkban vannak, nem érnek össze, egymáshoz képest térben is elférnek, de megvan a háromféle osztás, és felülre csatlakozik be a kondenzátorunk, itt nem lefele jön, úgyhogy azt már törölhetem is kifele. Ha tudnám, nyugodtan ide fel is lehet támadni így. Nagyon jó, idáig megépítettük. Már megvan a három darab ellenállás, jön a két tranzisztorunk, ezek a végtranzisztorok, ezek BD-k. BD 2 legyen 241, meg BD 242 az a PMP, így van. Na most azok bekötése az pedig úgy van, hogy itt a tokjuk BCE, és még hozzá egy ilyen raster távolságban ugyancsak a három lábuk elfér, lehet azt is persze széllébb nyitni. Van, hogy úgy tervezem az ilyen áramkört, hogy eleve olyan távol rakom a három lábat, hogy az egyen nagyobb tranzisztor is belemehessen, hogyha esetleg fejleszteni akarom. Nos, ezeket a tranzisztorokat itt most két helyre rakhatom. Mivel, hogy itt lesz egy kondenzátorunk, ezt nem rajzoltam még be, egy elkunk, méghozzá akkora területet foglalva, mert most ez oké, hogy oda rajzoltam a ellenállásokat is, de ez az ELKO például ekkora területet foglal. Ez jó, ha fejben tartjuk mindig, hogy mekkora helyet foglal egy adott alkatrész, de ne tervezünk semmit, mert nem lehet alá dugdosni semmit. Na ott egy ELKO, és ide nem rakhatok semmit. Ha ide raknám a végtranzisztorokat, akkor egy az, hogy melegítenék ezt a szerencsétlen kondenzátort, vagy közé kell rakjam úgy a bordát, hogy a borda azért már annyi sugárzó hőt csak nem ad a kondenzátornak, hogy azt kiszárítsa. Úgyhogy vagy a tranzisztorokat így rakom, de akkor mögé kell tervezni a hűtőbordát, és útba lesz igazából a kondenzátorunk, vagy oldalra ki kell rakni a végtranzisztorokat. Végtranzisztoroknál mindig arra kell számítsunk, hogy azt fel kell valahol fogadni, mert hűtés kell neki. Na most, ha magán a nyáklapon el tudjuk intézni a hűtését, mert nem kell neki nagy borda. Például a hűtőborda elfér magán a nyáklapon is, és nincs nagy felülete, akkor arra is rátervezhetjük, de ha ezt a áramkört rá akarjuk, teszem azt fogadni egy nagyobb hűtőbordára, akkor ki kell a szélére, mindenképpen ki kell a szélére tervezzük a végtranzisztort. Nos, én inkább azt választanám egyébként, hogy a szélére kitervezem a végtranzisztort, itt most pont nem fogjátok látni, mert arra fele fogom az alkatrészemet majd betervezni, egymással szembe fogom őket itt beültetni, akkor viszont akár több kondenzátort is ide be lehetne akár vadászni a két tranzisztor közé. Ez a bázisuk, egyértelmű, hogy oda kell majd betámadjak. A kollektoraikat azonnal beköthetem a távfeszültségekre. Nézzétek, mennyire praktikus. A kollektoruk egy az egyben ott van a felsőnek, a kollektora pluszra megy, az alsónak meg a testre megy. Az emitt tereik lesznek egy kicsit macerásak, mert azokat össze kell kötni, és megy ki. Hát persze nincs még kicsatoló kondenzátorunk, mázlink van, hogy van ott hely. Ott a kicsatoló kondenzátor. Hoppá, hoppá, az egy dolog, hogy itt van a tápszűrőkonding, amit le is rakhatunk, mint mondtam nektek. Inkább a testhez közelebbi pontra helyezzük el, mert inkább a testen ne alakuljon ki semmi kis vezetősáv ellenállásból semmiféle gerjedés. Leraktam test közelbe a távszűrő kondenzátoromat, nagyon az a plusza, ami, mint mondtam, ekkora. Na most, innentől kezdve ide fog férni a kimenet. A két emittert össze kell kössem. BCE, BCE, emitter, emitter. Ezek az emitterek itt. Közösen viszont a bázisomat meg ide erről be kell vinni. Úgyhogy most jön az, hogy egy átkötés tuti lesz ezzel az elrendezéssel,
hogy két oldalra raktam a tranzisztorokat, egy átkötés mindenképpen lesz benne, de most ez minket annyira nem fog zavarni. Most ezt ide szépen bebigyeztem oda a bázisára, ennek a bázisát, meg ennek a ellenállására, és kollektorok okék, és az emittert kéne összekötni. Na most egy darab átkötést most így muszáj berakjak a játékba, de ez csak egy átkötés lesz innen ide. Mert hogy nem kell messzire menni, ezt összekötjük, ez maga az emitter, itt lesz egy átkötés, és itt az emitterét már össze tudom kötni a másnak az emitterével, és ide ki tudok alakítani egy kicsatoló kondenzátort, akár jó nagy lábtávolsága, mert nagy a kapacitása, és kihozhatom ide például, mint kimenet, vagy egyébként minden mondok mást is, ide egy kimenetnek, ezt ide rákötjük, és akkor a két emitter összekötve, azt még pirossal is átkötöm, két emitter összekötve, és megy rá a kicsatoló kondenzátor, ami itt lesz. És lehet látni, hogy az már lehet jó nagy, mert itt van hely. Elfér a kicsatoló kondink, oda kivittem az egyiket, és akár ide, hogyha ekkora a kondenzátor, a testet föl is hozhatom ide, és akkor ez lesz itt a kimenetünk. Na most még megoldás, ha ezt a kondenzátort én nem állítva helyezem el, vagy a lábait nem ilyen közel egymáshoz, vagy vannak fekvő kondenzátorok is. Ha a nyáklapunk még megenged egy kicsit, mert most eléggé hamar elhasználtam itt a nyáklapot, akkor megtehetem azt, hogy ugye itt a két, hát ez még nem is a tápbemenet lesz, hanem azt mondom, hogy ide lejövök. Ide lejövök, és ide rakom a tápszűrő kondimat jó hosszú lábakkal. Ez egy fekvő kondi is lehet, természetesen. És akkor használ el akkora helyet, hogy ekkora nagy fekvő kondit oda beraktunk. A táp egy kicsit kiebb lesz, kicsivel nagyobb nyáklap. Itt lesz a tápbemenet, és akkor a kondenzátorunk két lába közt én átjöhetek, ezeket a forpontokat elfelejthetitek, és ide ki is hoztuk. Nem is muszáj innen jöjjek, hanem innen is feljöhetek, de az egészet egyébként be is lehet utána telifóliázni, vagy nem is telifóliázni, de megnövelni a méretét, és ide ki lehet jönni ugyanúgy a kimenettel, és akkor lesz egy tápbemenet plusz egy testünk, és a kimenetünk egy az egybe itt. Egyik végén a bemenet, másik végén a kimenet, meg van szűrve, és minden alkatrész szépen balról-jobbra olvasási, nálunk olvasási irányból, szépen fel lett ültetve magára a négyzetrácsra, tehát itt négyzetrács pontokra lennének így felrakva, és kész, megterveztünk egy ilyen áramkört, így szépen balról-jobbra. Itt most aktuálisan nekem pont jól jött ki, hogy a kicsatoló kondenzátor a két tranzisztor közt elfér, és ugye a tranzisztorunk meg majd ide ki lesz hozva, van annak hosszú lába, itt a tranzisztor, és le lehet csavarozni szépen egy bordára az egész áramkört így, ahogy van, akár a lábait alulról is be lehet forrasztani, meg felülről is, és kész, onnantól kezdve hűtve vannak az alkatrészek, vagy ha állítva rakjuk be a tranzisztort is, amit látunk belőle, ennyit látunk belőle, itt a hűtőzászló, és ennyit látunk belőle, és így ide van állítva a két végtranzisztor, azt is megtehetjük, hogy egy U alakba, akár erre, akár arra kialakítunk neki egy kis hűtést, vagy felfele is lehet jönni egy ilyen U alakkal, amire a két tranzisztort felszereljük, tehát itt a nyáklapunk, és akkor itt lógnak ki belőle a tranzisztorok, és ide rakhatunk rá fölülről egy U alakot, és azt igazából már oda csavarozzuk, ahova akarjuk, egy az egybe így is rá lehet hűtésre helyezni, és akkor maga a tranzisztor ott tök jó helyen el van. Ha nem így akarom rakni a tranzisztorokat, az egészet így szépen letörölhetem, majd a tápszűrő elkút a végén hozzáadjuk valahova. Én úgy szoktam tervezni általában. Például erősítőt, meg eleve ilyen disszipatív jellegű kapcsolásokat, hogy a szélére rakom ki mindig a tranzisztort. Jó, itt is a szélén volt, de lehet egy oldalra, mert akkor egy darab hűtőbordán el van. Tehát a szélére rakom mindig ki a tranzisztort, hogy egy az egyben a hűtőbordához hozzá lehessen húzatni mindenféle köztes
dolog nélkül. Na most itt lesz nekünk az egyiknek a három lába, itt meg a másiknak a három lába. Na most BC-je, BC-je. Így raktam őket. Na most már lehet látni itt ennek a bázisát, meg ennek a bázisát is gyönyörűen azonnal be lehet kötni. Most elég jók vagyunk. Az egészet amúgy majd beljebb is lehet tolni, ha akarjuk. És itt a furmány, nem kell átkötés, emitter, össze ennek az emitterével, kollektor föl, kollektor le, és meg is van oldva a helyzet. Emitterünk kint van, távszűrő LQ, hát azt ide berakjuk, akár lehet rövidlábú is, fölmegyünk, majd nem megyünk föl. De ki tudunk jönni a kettő között, fölmegyünk a pluszra, tessék plusz, emitterről kijövünk, ez a kimenet, ide rakhatjuk a másik LQ-t, ugye itt nincs semmi. Ide rakhatjuk a másik LQ-t, lesz egy plusz táv bemenetünk, egy kimenetünk, és egy testünk, amit használhatok akár duplán is. Még egy testet is rakhatok mellé, és akkor a kimeneti test is innen jön. Ez is egy megoldás, lehet még egyszerűbb is. Itt egy kondenzátor, meg itt is van egy kondenzátor. A kondenzátorok lába közt gyönyörűen át lehet jönni a kimenettel, a közös emitterrel. Az már a kicsatoló kondenzátorunk. Ott a, ez a kimenet, egy az egybe, test, plusz táp. És megvan ugyanaz a kapcsolás. De mit látunk? Megint csak nem raktam ki a szélére a tranzisztort, hogyha ezeket a kondenzátorokat ide elé be tudom varázsolni. Tehát az egészet elrébb tolom. Akkor már ki lehet egy az egybe tenni a végtranzisztorainkat, ki lehet ide fektetni, és egy az egybe hűtőbordára lehet őket rakni. Ha mi azt csináljuk, hogy itt mellette nyugodtan a plusz táppal be tudunk menni meg a testtel, és ide rakjuk például a két kondenzátort, mert még pont volt annyi hely, emitter, emitterekről lejöhetek, ide egy kondenzátor, mert pont elfér. Majd ezt ide szűkebbre lehet venni, és akkor lehet itt is a kimenet, teljesen mindegy, akár ugyanúgy a testhez, mert ez itt egy test. Már itt egy kimenet, itt a hangszórónk, itt a kondenzátorunk, talán itt még el is fér. De mondom, annyival arrébb lehet tolni az egészet, én nem ezzel. Itt a kondink, a távszűrő kondit meg, hát hogy most hova tegyem, hát pont sehova nem tudom jó tenni. Itt egy plusz, ott egy test, hát a távszűrő kondi megint csak így kiesett a játékból. Azt nem mondom, mert túl végére rakjuk, ott már nagyon messze van. Tehát itt a vékony vezető sávon eleve az ott messze lenne. Úgyhogy hát valahova fölé átlósan be lehet rakni, akár innen egy lábbal áthúzva ide, például megint csak egy hosszú lábú kondenzátorral, innen erről a pontról, mert még egy test, idáig nyugodtan úgy elhelyezve azt a kondenzátort a levegőbe, hosszú lábakkal, hogy ide legyen bekötve. Tehát ez már más kérdés, hogy ilyenkor tehát kell mindenképpen tápszűrő kondi, például egy ilyen nagyobb változó áramot fogyasztó eszköznél, állandó áramot fogyasztó eszköznél annyira nem feltétlenül kellenek akkor a kondenzátorok, de aminek dinamikus áram fogyasztása van, annak kell mindig tápszűrő LQ. Na most így is el lehet helyezni a tranzisztorokat, de megint csak azt mondom, hogy egy ilyen olvasási irányból terveztünk egy nyáklapot neki. Na most én nem így szoktam alapvetően tervezni, bár a nyáklap ezt hozná ki, hogy most egy hosszúkás nyákra ezt így megtervezzük. Én nem szeretem erre a végére, egy végére elhelyezni a végtranzisztorokat. Jobban szeretem, hogyha azok a hosszabbik oldalon helyezkednek el, mert ugye a hűtőbordához közelebb elrakva a kis nyákcsíkot sokkal jobban lehet rögzíteni. Tervezzük át azt a panelt ugyancsak csíknyákra, de úgy, hogy az hosszabbik oldalán vannak a végtranzisztorok. Itt most mázlink van, mert nem kell hőmérséklet figyelő tranzisztort alkalmaznunk, hogyha az is kellene, akkor azt úgy szoktam, hogy egy végtranzisztor és a hőmérséklet figyelő tranzisztor a kettő között, mert az is ugyanúgy megy fel a hűtőbordára. De most is rakjuk ide a két végtranzisztorunkat. Jó, csúnyák lettek.
Ha lehet szimmetrikusan dolgozunk, hogyha egy ilyen hosszába elkészített nyáklapot tervezünk. Megint csak ott tartunk, hogy két darab tápvonalat ki kell alakítsunk, hogyha ez plusz-minuszos tápos, szimmetrikus tápos, akkor azt meg úgy szoktuk, hogy egyik a negatív táp, teszem azt a másik a pozitív táp, és való középen el lesz a test. Ha árnyékolást is akarunk valamilyen szinten belevinni a dologba, akkor teljesen körbe is vihetjük a testet, hogy minden irányból, legalább síkba árnyékolva legyen az áramkörünk, de alapvetően ez nem nagy frekvenciás áramkör, reméljük, hogy nem fog eredni, és nem is lesz rá szükség, hogy ilyen beavatkozásokhoz kelljen nyúlnunk. Na most ott a két végtelen az isztalunk megint csak BCE bekötéssel. Ha itt van fölötte még annyi hely, akkor a kollektorokat ki lehet hozni. De ezért jó egyébként, ha van például sorba az emitterrel ellenállás, mert azzal oda megyek utána, ahova akarok, nem egy az egybe össze kell kötni. Úgyhogy itt most annyira jól nem jött ki a dolog, de jöhetne ki, ha akarnám. Mert megint csak ugyanazt alkalmazhatom, mint az előbb, hogy nem onnan jövök, hanem előről. Mert hogy ez egy komplementer kapcsolás, ennek a kollektora jön ide ki. Na most itt lesz a test, itt meg a plusz. Ez itt test akart lenni. Jó, arról lett a plusz. Hát most így jött ki. Emittereket itt fölötte össze tudom kötni. Az a bázissal nem ér össze, jobb esetben. Hát itt annyi helyet azért hagyjunk a nyák széléig, hogy itt ide férjen egy olyan széles vezetősáv, erről majd mindjárt lesz is szó, ami azt az áramot majd elbírja, ami ott folyhat. Emitterek összekötve, bázisok mennek majd az ellenállásra, kollektorok tápon. Nagyon jó. Na most át kell csak tervezzük, sokkal szellősebb lesz, hogyha az ellenállásokkal nem kell annyit bajlódni. És az ellenások lábai közt ugyanúgy lehet vandálkodni. Kb. Ekkora volt a két rács távolság, itt egy ellenállás. Itt lazán el fog férni a három ellenállás. Ide is egy páros. És itt lesz a testen a harmadik. Majd itt elfér előtte az ellenállás. Ennek ide jön a bázisa, már szebb. Ennek meg ide jön a bázisa. Itt is tök szép. És be kell csatoljunk egy kondenzátorral a tranzisztorunkról. Most a tranzisztorunknak, hát pont úgy van a tranzisztorunk, hogy hát itt az ellenállás kb. Így rakom a tranzisztor, berakom én középre, mert jól néz ki. Ekkora helyet foglal a tranzisztor, ez ugye egy rács távolság lesz. Még mindig ez az emittere. Emittere megint csak testfelől egy ellenállást kap. Ekkora az ellenállásunk, itt fenn is ekkora volt. Meg a kettő közé megkapja maga kondenzátorát, amit tudunk, hogy egy rács távolságnyi. Egy kondenzátor, egy ellenállás, tranzisztor emitter megvolt, kollektora, egy ellenállás oda, és egy csatolókondi oda. Úgyhogy majdnem szimmetrikusan fel tudjuk építeni a jobb és bal oldalt. Nézzétek csak! És még szép is lesz. Ide ugyanúgy be tudok rakni egy kondenzátort, mert befér, csak nem oda megy a testre, hanem jön ide, és ide. Kész, szuper! Csatolókondi, móka ellenállás a kollektorra, és jövünk le a bázissal. Bázis, megint csak ide egy ellenállás. Már láthatjátok, hogy tök szép lesz. Itt egy ellenállás, összekötjük. Kész, egy ellenállás le, ez a bázisosztunk, és oda jövök a becsatoló kondival, ahova akarok. Itt a test, úgyhogy csak erre kéne jönni. Ide rakunk egy becsatoló kondit. És ide meg a testet, és akkor egy az egybe. Itt lesz a bemenet. Itt a kondink, itt a bemenet. Be! Hoppá, kimenetet még nem is terveztem rá. Kimenet az meg az emitterekről. Hát itt közte van hely, ugye van hely, nem itt egy ellenállás. Hát akkor úgy csináljuk, hogy az egészet ilyenkor lejjebb lehet hozni, és akkor itt kettő között el fog férni a kondenzátor. Egy kondi, mehet rá az emitterekre, és ki is lehet hozni ilyenkor, hát most éppen nem tudjuk kihozni, de lábak közt is ki tudnám hozni, ha megfelelő keresztmetszettel ki tudnék jönni, de hát így kihozzuk ide, mert itt nincs semmi. Ide így. Itt lesz a kimenet. És akkor a test meg
Test, még ide fel is lehetne hozni, teljesen minden jó távol van, de alapvetően a betáp testhez is lehetne hozni, akár vele szembe ide, tök mindegy, a kimenetet azt oda visszük, ahova akarjuk, itt jobb esetben el fog férni a kondenzátorunk még itt az ellenállás fölött. És akkor megvan a kicsatoló konding, de azt az egészet igazából lejjebb lehet hozni, hogyha most én onnan kezdtem el a tervezés, nem balról jobbra, itt sincs még semmi, ide is akár lehetne bármit, de ne hozzuk el olyan messzire azért a kicsatoló kondit. Úgyhogy azt mondom, hogy nézetrács nélkül így hirtelen ilyet tudtam összehozni. Itt a kicsatolónk, itt a egyik ellenállatunk, itt a másik ellenállatunk, itt is egy ellenállat, itt egy kondi, itt egy ellenállás, itt is egy ellenállás. És tök szép szimmetrikus nyákot terveztem itt hirtelen nektek egy nem létező áramkörhöz, kondi, és kész ott a kimenet, és teljesen szimmetrikus, jól néz ki. Ilyenkor egyértelmű, hogy a tápszűrő elkót is, hát most ide le kell hozzuk, de itt legalább van hely. Ide lehozhatjuk, most sajnos a testtől távolabb van, de ide is be lehet rakni innentől kezdve a tápszűrő elkónkat, és akkor itt lesz az elkónk, és ott fog elhelyezkedni, úgyhogy itt ki lesz használva a hely, tápszűrő elkó, de hamarra vittem volna a bemenetet, akkor az van testtől távolabb, teljesen mindegy, ki lehet azt úgy hozni, hogy a test is a bemenetnél közel legyen, meg a tápszűrő elkó is legalább, vagy középtájon a test és a táp között félúton, vagy inkább a test közelébe. Nos, ennyi volt megtervezni egy ilyen kis áramkört, na most meg fogom nektek tervezni azt a kapcsolást, amit én ugye kifejlesztettem a tranzisztorra gyakorlatban, nem tudom, hanyadik részénél, azt az erősítőt, és azt el fogjuk készíteni. Van nekünk egy nagyon jó kis kapcsolási rajzunk, ez bizony a EcoPQ 10 watt. Névre hallgat, mert azt mondom, hogy annyit ugyanis várhattam tőle. Ott már elmagyaráztam, hogy hogy működik, ugye a vége egy emitter követő, szépen komplementerbe, BD241-242-vel, a két tranzisztor nyugalmi áramáról ezek a diódák, és ez a potméter gondoskodik, azaz, hogy annak a beállításáról. Ennek a meghajtó tranzisztornak a munkaellenállása 2,7K, van neki ugye egy emitter ellenállása is, amivel munkapontot stabilizálunk, az egy 22 ohm, és ő egy teljes alapkapcsolásában a földelt emitteresnek dolgozik, ezzel a potméterrel lehet beállítani a kimeneti nulla szintet, mert egy eleve a kimeneti feszültség szintből dolgozik, innen már vissza is kapja, mint negatív visszacsatolás az első tranzisztor a kimenetet, úgyhogy van benne negatív visszacsatolás, eleve feszültség visszacsatolás, ugye ezzel a potival beállíthatjuk a kimeneti nulla, fél tápot, nem is nulla szintet, mert itt most egyszeres tápról működik, nem szimmetrikus tápról, tehát be lehet állítani a féltápot, teszem az 24 volt esetén a 12-t, kérdés, hogy meddig mehetünk föl tápfeszbe, ez már jó érdekes kérdés, azt hiszem az 547 talán 50 vagy 60 voltos tranzisztor. Na most azt neki is bírnia kéne, szerintem egy olyan 40-50 voltig lehet, hogy fel lehetne menni vele, a BD-k tuti bírják, azok 100 voltosak, ha jól emlékszem. Úgyhogy a lényeg az, hogy földelt emitteresbe ez a tranzisztor itt dolgozgat, és rángatja a munka ellenállásra együtt ezt a két diódát, meg a potmétert, ami a bázisokat megpróbálja egyforma távolságban tartani, és így minimálisan nyitva tartani ezt a két végtranzisztort, ugye az lesz a nyugalmi árama, és azt így a munka ellenálláson, ahogy itt alatta a kollektor és a munka ellenállás alsó pontja által határolt vonal mozog a zene ütemében fölle tápfeszültség és a test között, na most azt tovább erősítve, áramban tovább erősítve, mert egyszeres erősítése van durván a emitter követőnek, ide a kimenetre már teljesítményt is kapcsolhatunk, kicsatoló kondenzátorral, mert hogy ugye DC nem mehet a hangszórónkra, meg is hajtottuk egyből a tranzisztorokkal, a végtranzisztorokkal a hangszórónkat a csatoló kondin keresztül. Nos, mindjárt összeszedem hozzá az alkatrészeket, úgyhogy azért tudjuk, hogy mi mekkora, egy diódát nyugodtan lehet egy nézetrács távolságra rakni, a potméter nagyon jó lesz, megmutatom nektek, hogy mekkora helyet foglal, a BC-t simán berakjuk három pötybe, ellenállások két nézetrács távolságra mennek, kondenzátorok egy nézetrács távolságra mennek, és a kérdésének a potméter, meg a kicsatoló kondenzátorunk, annak lesz nagyobb lávtávolsága valószínűleg.
Esküszöm, próbálkoztam, de nem találtam 4 egyforma potit. Hát ebből a kék fajtából találtam 2,2 kásat és 220 kásat is, meg még egy ilyen, hát fekete lesz, de attól még ugyanúgy ilyen négyzet alakú. Nem csavarhúzós, hanem ez a 6 lapfejű, de tök mindegy, lehet vele tekerni, meg amúgy nekem van is hozzá tekerőnyelem. Na most ennyi maradt, és itt marokszámra rakhatom vissza a kis piher, meg nem piher trimmerjeimet. Ezek jófajta kis trimmerek. Na most ezekből a 2 potméter volt itt a lényeg, hogy az legyen meg, a többi az biztos, hogy van, 10 mikros kondim is van, meg BC tranzisztorom is van, diódám is van, úgyhogy ezek nem fognak nehézséget okozni. 2200 mikro 35 volttal fogunk kicsatolni. Kicsatolónak mindig akkor a kondi kell, feszültségtűrése, mint a tápfesz. Mert hogy amikor felmegy a tápfeszültség, a kimeneti feszültség, akkor a másik vége hangszoron keresztül testen van a kondinak, tehát beletöltheti a teljes tápfeszt a kicsatoló kondiba. Úgyhogy ezt figyeljük meg. Na most ez másfél. Lehet látni, hogy másfél négyzetrács távolságú ennek a kondinak a láb távolsága, és az átmérője 3. 3 négyzetrácsnyi helyet foglal, 3x3-at karikába a kondi, úgyhogy majd úgy kell méretezzem. Távszűrő kondit is kéne rárakni legalább ekkorát, vagy inkább 1000 mikrót, azt mondom, 1000 mikro 35 voltosat, és akkor nem megyünk fölé, vagy nem tudom, nézek ebből, hát van kisebb méretűbe, legalább ilyen kapacitású, csak nagyobb feszültségtűrésű. Tranzisztorba vagy BD241-242-t tudok felhasználni, vagy külön van 243 meg 244-em, akkor mi van még? Tip 41 lehet az lesz. Tip 41, tip 42 az tök ugyanaz, 100 voltos, 6 amperes, 65 wattos tranzisztőrök, ebből is van egy nagy adag. Te mi vagy, hát ez már a 911 meg 912, ezeket nem vagyok hajlandó ilyenre elverni. 100 volt, 15 amper, 90 watt, ezek a legnagyobb, legerősebb TO220-as tokozású bipoláris tranzisztoraink, ami így csak úgyba kapható, úgyhogy 241, hát a 241, 242 az csak 3 amperes, nem tudom melyiket használjam, csak a tippet kéne, azzal többet ki tudok hozni belőle a 6 amperjével, meg 65 wattjával, legyen akkor a tipp. Tippeket fogom egyelőre használni, és azzal nem csak 10 wattot lehet majd valószínűleg elérni. Hát dilemmában vagyok, mert alapvetően hát 8 ohmhoz 470 mikrofarádos kicsatoló kondenzátorokat használtak régen, 4 ohmhoz 1000-et, 2 ohmhoz meg 2200-at. Most nekem ilyen levágott lábú 1000 mikro 35 voltjaim vannak, meg vannak itt nagyobbak, és ez meg 63 voltos, ezt már túlzásnak tartom. Tehát úgy fogom szerintem majd megtervezni, hogy ez is odaférjen, és akkor esetleg tudok feszültséget is növelni, mert fel lehet akkor menni rendesen. 35 voltos tápkondival és kicsatoló kondival ugye nem mehetek nagyon fölé 35 voltnak. Hát 35-öt, ha még úgy határára ki is használom, arról 4 ohmon, hát mi jöhet neki, úgyse fog kijönni a teljes tápfesznek a fele, de ha kijönne, 35 osztva 2-vel, 17,5 osztva 1,41-el, 12,4 volt, szorozza 12,4 volt, azaz, hogy önmagával lehetett volna tényleg szor egyenlőzni, osztva, hát 8 ohmmal akarom most először terhelni, az már 20 watt. 4 ohmon már 40 is lehetne, na ha a 20 kijön, az is jó, nekünk nem is kell, akkor 35 voltos marad, maradnak az 1000 mikrók, bőven elég a 8 ohmhoz az 1000 mikró, úgyhogy az lesz, hogy szépen az 1000 mikrósokat fogom így rátervezni. Jó lesz az. Kész. 20 wattos lesz a végén 8 ohmon, 35 voltról, ha bírja és kihajtja. Majd a végén úgyis ki fogjuk mérni, hogy mit tud. Na most papírra lehet ceruzával is tervezni, én tollal szoktam. És úgy szoktam csinálni, hogy először megrajzolom a kezdő csíkot, tehát még a széleit se, nem tudom milyen szélesre fog odaférni, tehát ez lesz a kezdő csíkunk, és innen fogjuk felépíteni az egészet, és majd jobbra-balra, hogy nő, a végén meg fogja határozni, hogy mekkora nyáklap kell hozzá. Mint mondtam, én teljesítmény alkatrésztől indulok, tehát az a szélén legyen,
nézem ezeket a... vegyesen van ez a tip 41-42, van itt, ahogy nézem, használt is, ami nem baj, mert a használt alkatrész nem rossz alkatrész, most ez egy új. És ha jót akarok magamnak, akkor eleve úgy fogom tervezni, hogy ugye ennek a lábát szét lehet hajtani. Úgy fogom tervezni, hogy három, azaz, hogy két négyzetrácsra, tehát három kereszteződésre, és akkor esetleg a nagyobb tranzisztort is bele lehet rakni, a nagyobb BD-t bele lehet majd rakni, úgyhogy kezdjük középen, ugye nekünk, hát majd a kicsatoló kondi lesz izgi, de tényleg úgy tervezzük már, hogy középen minél kisebb helyen elférjen, és a vezetősávokról utána lesz majd szó. Akkor, mivel itt nincsen, hát kicsatolót odarakhatnám, ha akarnám, egy-egybe középre, tehát kezdhetnék azzal, hogy igen, ez itt közel 3x3 négyzetrácsot elhasznál, és a közepibe akár átlósan is lehetne rakni, bár nem nagyon szoktam lábat, ez látszik, hogy egy négyzetrácsnyi ez a láb, úgyhogy legyen úgy, hogy innen elég messze van, ide, meg ide lerakjuk a kondinkat, és akkor képzeletbeli karikát már oda is vigyeztettük, és ide mellé, hát ha itt a kondi, akkor egy az egyben nem rakhatom oda a lábat, úgyhogy innen kezdődik a három láb, kirakjuk a szélire, ez lesz ugye a végtranzisztorunknak a három darab lába, fél centire, 5 mm-re vagyunk a szélétől, tehát ott bőven mögötte még egy vezetősáv elfér, szimmetrikusan itt fog elhelyezkedni akkor a másik három láb, és akkor már ide írhatjuk fölé, mert az minket nem érdekel, hogy BCE, nagyon jó, és akkor a tranzisztorunk igazából nem is kell most egyelőre. Mi vagy te? Az ez volt a 242, jó? Tehát nagy BD-t is rakhatok utána, akkor közte lesz a kicsatoló kondi, ez már biztos. Ha így raknám a kondit, ilyenkor jó, ha van csiga, radír csiga, így is rakhatom a kondit, akkor pedig, hogy kell ezt használni, így eltüntettük, és ide fogom rakni. Mert nem muszáj a kereszteződésre rakni, hanem így szimmetrikusan középre beraktuk a kondit, és akkor kezdjük talán az emitterekkel, amik közösek, és majd le is kell jönni velük ráadásul. Emitter innen, följön, elmegy hátul, és összekötődik ezzel, plusz a kondival. Tápot azt kihozzuk odáig, hogy a tranzisztoron túl legyen éppen, mint ahogy az előbb a fehér rajzoló táblán is volt, így kihoztam oda a kollektorát, ennek a kollektorát meg a háta mögött fogom ugyancsak a tranzisztor mögött lehozni. Már megvan a két tápágunk egyébként, és kb. A nyáklapunk is ekkora lesz, ami nem nagy mondhatni. Jó, akkor megvolt ez a kettő, szuper, bádi sokat majd, hoppá, diódákat fel kell rakni, húha! Nem muszáj, de az oda kéne rakni valahogy a hűtőbordára, akkor meg az úgy nem is lesz lehet jó. Két bázis közé nekünk a diódákat, vagy azt csinálom, hogy tettem én már olyat, hogy a tranzisztor alá raktam, és a tranzisztor lábaival húzattam oda. Tehát fogtam a diódát, ugye a kis üvegcsöves diódánkat, és behúztam a két lábát ilyen szigetelőcsőbe, és a tranzisztor lábai közt kivittem, és a tranzisztorra húzattam oda a tranzisztor lábaival a bordához, és egy-egybe a tranzisztort mérte meg a hőmérsékletét, úgyhogy megtehetem én még azt, hogy azt oda besuvickolom alá, viszont akkor ide elé kell rakni a diódát. Nem baj, az jó is úgy, mert a két bázis közé kell berakni. Na most az a dióda, az akkor innentől kezdve itt emefelezési pont és emefelezési pontból fog majd így kijönni. Nagyon jó, ezzel szembe, hát majdnem ugyanott. Ezt feljebb kell hozzam, és megint csak erre jó ez a csiga. Mert lehet korrektúrozni, egy kicsit itt elhozzuk a kettő között, és akkor ide berakjuk a másik diódánkat.
És onnantól kezdve már ez is mehet majd a tranzisztor lábai közé, két diódát össze kéne kötni. Hol lehet összekötni őket? Hát a kondenzátor lábai között gyönyörűen össze lehet kötni őket. A bázisok pedig jönnek rá a diódák végére, eme dióda végére ez a bázis. Így, és van egy potméterünk, ami ugye úgy lesz bekötve, hogy egy az egybe hát a csúszkája. Úgy képzeljétek el, hogy pont úgy helyezkedik el ez a potméter, hogy két négyzetrács kereszteződés és kettővel arrébb a közepe. Tehát egy és itt a közepe, és pont akkora a potméter. Azt persze lehet látni, hogy mekkora helyet foglal el körülötte, ekkorát, hogy oda nem kell tervezni semmit. Na most azt a két diódát nekünk itt és itt, azt valahogy össze kéne húzni. Na most mivel erről tranzisztor lesz, ezért lehet itt a potméter. Egyik az, hogy ezt az ellenállással ezt a diódát föl kell húzzuk. Itt föl kell húzzam 2,7K-ra. Na most azt pedig így is lehet rakni alkatrészt. Például a ellenállásunkat, itt csak a diódánk van, úgyhogy ide szépen berakom a 2,7K-t két négyzetrácsra, mert 4 raszteres. És akkor ide behúztam, ennyi. Be van kötve az ellenállásunk, egy dióda jön át, még egy dióda, az alsó diódár, meg már ez a tranzisztor fog menni, nem látjátok nagyon, itt mutogatok közben a kapcsolási rajzra, de aki a kapcsolási rajzot is követi, az látja. Na most itt az ellenállásunk, tehát ide alá lehet rakni a potmétert, itt a diódánk, akkor ide pont-pont-pont elfér a potméterünk. Itt a dióda, tehát ide rakom a potit, elfér a dióda, elfér az ellenállás. És a potméterem is elfér. Na most a potinkat, most vagy bekötöd a harmadik lábát, vagy nem. Átlósan beszoktuk kötni a nem használt lábát a kapcsolási rajzon, ezt a lábát ugye össze szoktuk kötni, de alapvetően elég csak ezt a kettőt is, ha akarjuk. Nem muszáj túlzásba vinni, csak hogyha megszakadna a poti, vagy kontaktos lenne, akkor nem lesz neki minimum állása. Jó, a potméterünk, ahogy tekerjük föl, áram le, áram föl. Na most, ha lefele tekerem, csökkennie kell az áramnak, tehát akkor kell összefele húznia. Ha lefele tekerem, akkor a csuszkát ehhez húzza, tehát errefele csökken az áram, oda kell húzza, ezt a kettőt fogom használni. Úgyhogy ezt szeretne kötni, ezt a kettőt, ha nagyon akarnám. Még akár meg is tehetem, mert minket itt nem is fog zavarni. Kijöhetnék a lába közt, de nem ott fogok kijönni. Jó, ezt összekötöm, és megy föl a diódámra. Ennyi. Kész, összekötve azzal is. A poti másik vége megy a diódáknak itt a alsó hűha felire. Hát valahol pedig csak ki kell jöjjek azzal a kicsatoló kondival. Nem tudom, hol fogok kijönni, meg tápkondit hova rakom, még azt nem tudom, de valahol lesz tápkondi. Alapvetően a legközelebb kéne a tápkondit elhelyezni, a teljesítmény és nagy áramot kapcsolni és kapcsolgatni képes eszközökhöz közel kéne elhelyezni, de úgyse lesz itt hely, úgyhogy valahol a panelon ott lesz, és majd megfelelő vastagságú vezetősávokkal megoldjuk, hogy ne legyen ott probléma. Úgyhogy lesz mindenképpen, meg lesz a szűrésünk. Jó, hát akkor legyen úgy, hogy a poti az jön szépen ide a diódánkhoz, a diódánk alá, és úgy kell jöjjek, így, hogy elférjen itt a tranzisztor. Tehát ilyenkor már fejben itt van a tranzisztorunk, ez az alsó, a BC tranyánk, az már ide van képzelve. Na most az 547 azt szerintem tutira EBC, tehát át is kell forgassam, erről van az emitter már megint. Ha ebben a csíkban lesz a tranzisztorunk, akkor én ide berakom az ellenállást. Két négyzetrács távolságra, ez lesz a 22 ohmom. Ide már mehet is a tranzisztorom, így háromszögbe. Jó, ez az emittere, mehet rá az ellenállásra. Bázisa kijön, kollektora pedig megy ide föl. Hát nagyon lejöttem egyébként a tranzisztorunkkal, nem is kellett volna ennyire lejöjjek. Jó, akkor a kollektora meg jön ide.
kész, jó, megrángatta a potistól mindenestől, tehát itt nagyon szellős lett ezeket, majd lehet a számítógépen persze tologatni, itt egy ellenállás, ezt mindent lehet variálni. Alapvetően, jó, akkor mi kell nekünk? A bázis osztója kell ennek, bázis osztója megy a kimenetre a másik potival, hát akkor ezt az emittert csak el kell hozzam valahogy. Fú, ez nehéz ügy. Nehéz ügy. Potival ráadásul. Szerintem át kell forgassam. Az egészet ide be fogom rakni a két potmétert. Már látom, hogy nem megy egyszerűbben. Tudom, hogy itt az ellenállásom, ott a diódám, itt elfér a potméter. Tehát ide szépen be lehet rakni a potit. Nagyon király. Ez a kettő van összekötve. Ez jön föl a diódára. Az meg megy tovább amoda, de előbb a másik potit ide betervezzük. Hát most ugye optimalizálom a felhasznált területet is. Na hát, hogyha ez itt van és idáig lóg, meg is lehet jelölni, ezem ide lehet csak, de itt egymás mellett elfér a két potméter. Gyönyörűen elfér majd egymás mellett a két potméter. Nézzétek csak, annak a lábai pont fordítva. Szépen elfér egymás mellett a két potméter. Nagyon jó. Jó, ez a potméter meg úgy van megcsinálva, a 220K, ugye, ha összefele húzom a kimeneti szinthez képest, ha felfele húzom, nyitja ezt a tranzisztort, a kimenetet lefele fogja húzni, tehát ha azt akarom, hogy kisebb legyen a kimeneti szint, akkor megint csak az van, hogy balra tekerem, összefele kell húzni. Jó, oké, balra tekerem, összefele húzza puty, ezt a kettőt használom már megint. Nagyon jó. Ezt ezzel összekötjük, és azt rá kell sajnos valahogy az emitterre vigyem. Hát azt is megtehetném, hogy ezekkel a diódákkal én kitolok, és nem ilyen kicsi távolságra rakom a lábait, mert hát egy diódának hosszú lába van, azzal lehet menni bármeddig, és eljövünk vele, vagy 3 négyzetrásnyira. Mert itt a konding, a kondiba nem kell belógni. Ha a kondi itt van, akkor idáig nyugodtan eljöhetek, tehát ez a dióda idáig eljön, hát 2,5 négyzetrásnyi. Szerintem ez bőven elég neki, kondit nem zavarja, és innen fog majd kimenni a diódánk ott a két láb között. Jó van az úgyis szigetelt lesz a lába. Szuper, na itt is itt a dióda. Jó, jó, így már jó. Oké, tehát itt a dióda. Összekötve majd azon szépítünk, kimenet. Emitter meg lejön ide. Emitter lejön ide. Jó. És az a vicces, hogy nekem ehhez a diódához át kell jussak innen, úgyhogy nem lesz egyszerű, de a bázishoz meg el tudok menni majd amonnan, tehát ez meg kellene ide a bázishoz. Nem egyszerű móka ezzel, hogy itt ezt lezárom, nem lenne muszáj, vagy ha átforgatom ez a kettő, nem jobb az se, de jobb. Átforgatom a potit. Szanaszéjjel lesz radírozva. Fantasztikus. Úgyhogy akkor úgy csináljuk, hogy itt a potink, és ide rakjuk a hegyét a következőnek, meg ide rakjuk a másik két lábát. Jó. Így. Jó. Jó. Kb. Jó. És balra használjuk ezt a kettőt, zárom össze. Jó. Akkor ide jön a kimenet, igen, erre a végére, és innen megy, ez megy a bázisra. Tehát a 220K-snak ez megy a bázisára, de mindig nem jó. Kollektor, jó. A kollektorára megy, aha, a potméter, nem, az a bázis megy, kollektorára megy, aha, ennek a tranzisztornak a kollektorára megy a dióda alsó tagja. Az ez. Akkor ezt itt nem is kell messzire vinni, ezt ide lehozzuk.
Nagyon jó. Tehát nem egyszerű ez így se. Jó. Tehát lehoztuk, máshol is hozhatnám, majd kiderül. Bázis, dióda, alsó, kollektor, és a potit is rá kell kötni, a 2,2K-st, ezt kéne valahogy elvinni idáig. Fantasztikus. Megoldjuk. Ezzel így kijövünk ide. Így. Majd ezen persze lehet alakítani, hogy hogy nézzen ki. Dióda alsó bázis. Tranzisztornak a EBC-je. Rá a 2,2K-ra. Plusz közte persze a két dióda. És fölhúzva 2,7K-val tápra. Másik poti. 220K kimenet, 220K mennie kéne valahogy ide a bázisra. Meg tudom oldani, máshogy. Hát hülyén fog kinézni, de ezt itt nem itt fogom csatlakoztatni, hanem bizony itt át lehet menni az ellenállás lábai között, rá a kollektorra, és ez csak egy egyszerű kapcsolás egyébként. Rá a kollektorra, és mondom, ezt még számítógépen lehet játszani. Vihetném szebben is ezt a vezető sávot. Így. És akkor szépen ide fér még egy ellenállás. Itt ellenállás van, akkor ide is fér egy ellenállás. Bázis osztó, alsó tagja, bázis le, emitter le. Nagyon jó, és ezt tényleg fel lehet majd oda mozgatni, ha kell. Jó, akkor a bázis a 220K kimenet. Ez a kimenetről betáplálás, ez viszi problémásba a helyzetet. Na most itt viszont lett helyünk. Nem sok, de lett helyünk. És én itt kijöhetnék akár dióda, ellenállás, kijöhetnék a kimenettel, tényleg. Egy az egybe kijövünk ide a kimenettel, mert jól néz itt ki. De csapunk egy nagy kimenetet, ide a testre is egyet. És akkor itt lesz a kimenetünk, itt, innen jön ki majd kábellel, nem fogunk most itt csokira dolgozni. Jó, hanem ott lesz a kimenet, kicsatoló kondi, tápkondi kell még nekünk, meg becsatoló a bázisra, ami itt van, úgyhogy nincs jó helyen, de megtehetem azt, hogy azt a bázist ide lehozom mégiscsak, és ide berakok egy kondit, a becsatoló kondinkat ide berakom, egy az egyben a tranzisztor elé, és bekötöttem a bázisát. Itt a bemenetünk. Bemenettel lejövök szépen ide a testhez. Bemenet. És akkor bemenet. Csatoló kondi, lábai közt a kondinak átmegy majd itt a kollektor. Bázisosztó. Jó, megvan a becsatolunk. Jó, hát akkor pont középre fogom rakni a tápszűrőelkónkat, ami megint csak azzal szembe lesz. Jól fog kinézni legalább, nézzétek, csak pont azzal szembe lesz. Itt pont elfér, ide lehozzuk ide. Ide a tápszűrő elkót le is hoztam, ide a testet, sarokba itt szoktam vinni, és a pluszot is. Jó, ott a plusz, itt a test, és a betáplálás akkor innen megy, ez lesz a pluszunk, ez meg a testünk, úgyhogy ekkora a nyáklap, nem nagy. Kész van, ha azt nézzük, nem lett a túl nagy. Akkorára méreteztem ráadásul itt a tranzisztor lábtávolságokat, hogy a nagyobbik BD is beleférjen. Kicsatoló kondi, tápkondi, két tranzisztor, ellenállás, ellenállás, kimenet, dióda, dióda, egy poti, még egy poti, kisebbre nem lehet. Itt egy meghajtó tranzisztor, itt egy kondi, ott egy ellenállás, kész, kész. Most már csak azzal kell majd játszani, hogy a számítógépen, amikor átdolgozzuk, milyen vastag vezetősávokat használjunk.